előtt egy részét én is a családi orvosunknál töltöttem. És hát a tiszteletes úr mondott a prédikációjában, világosan látszott. Nem abból, hogy valaki előre sietett receptet írat, mi nem. Abból, ahogy emberre pontosan mindenki számon tartotta, hogy ki után következik. Nem is ezzel volt baj, hanem azzal, hogy voltak kisgyerekes édesanyák, kicsi csecsemőkkel, akik belemelegedtek a ruhába, akik egy idő után elnyűgösödtek, rázni kellett őket, hordozni kellett őket, de senki nem mondta azt, hogy tessék már bemenni azzal a kisbabával. Mert mindenki úgy érezte, hogy ez az én sorom, én azért várakozom, így is másfél órát kell itt üljek, ha a doktornő csak 10 percet szán a betegekre. Hát ne menjen be senki előttem, mindenki várja ki a sorát. És akik ott voltunk, senki sem mondotta ki, de mindannyian azzal a reménységgel mentünk oda, hogy meg akarunk gyógyulni. A mai prédikációnk nagy kérdése, hogy meg akarunk-e gyógyulni. Hát bizony meg! A test betegségeiből nagyon is meg akarunk gyógyulni. És sokszor semmilyen áldozatot nem sajnálunk azért, hogy a legjobb gyógyszereket megvegyük, a legjobb kezelést megkapjuk. Elmegyünk nem egy orvoshoz, hanem elmegyünk kettőhöz, háromhoz, tanácsokat kérünk, hogy a testünk meggyógyuljon. De vajon a lélek betegségeiből meg akarunk? Amikor elvágjuk a kezünket, vagy sebb van valahol a testünkön, milyen gyorsan igyekszünk azt kezelni, borogatni, hogy minél hamarabb gyógyuljon be. És amikor mindezt cselekedjük, sokszor nem vesszük észre, hogy egész lelkünk egy nagy seb. És annak a sebnek is szüksége lenne borogatásra, szüksége lenne gyógyszerre, szüksége lenne gyógyulásra. És azt a sebet nem az orvosnő gyógyítja. Azt a sebet mi ejtjük sokszor önmagunkon és egymáson, és a lelkünknek sebeire is mi, és szeretteik. A gyógyít. Kedves testvéreim, meg akarunk gyógyulni. Mert ez az egy rövid életünk van. Mert azt szeretnénk, ha Isten adna még nekünk napokat, ha látni tudnánk nem csak a gyermekeink, de az unokáink, netán a dédunokáink érvényesülését. De ahhoz nem csak a test sebeit kell gyógyítanunk, hanem a lelkünk sebeit is. És a lelkünk sebeire a legjobb és legegyszerűbb gyógyír egyrészt a felejtés, másrészt a szeretet. Sok mindent el kell felejteni, úgy, hogy megbocsátunk. És a sebeink már félig behengedtek. És szeretnünk kell ahhoz, hogy lelkünk meggyógyuljon meg, mindannyiunknak nem csak saját lelkünket kell gyógyítani, hanem egymást is, szeretteinket is, biztatni és erősíteni őket. Hát amikor úgy érezzük mi is, mint a történetbeli ember, hogy a test vagy a lélek betegségei nyomnak bennünket, jusson eszünkbe Jézus tanításra. Kelj fel,
és járj. Kelj fel, mert van benned erő, van benned hit, remény és szeretet, és el tudsz indulni újra és újra, mert az életünk szüntelenül erről szól, hogy elbukunk és felállunk, és tovább. A gondviselő Isten, segítsen bennünket, hogy gyógyítani tudjuk egymást, hittel, reménnyel, szeretettel. Gyógyítani tudjuk ne csak testünket, de lelkünket.